Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy csokis jóslás. Természetesen szerelemről van szó, és ez is lehet édes számodra. Az egyes szám rád utal, és itt a kártyák jelentik a te kártyáidat, így szemben ezzel a kettes szám jelenti a lelki társadat, férfiaknál a társnőt. És indítanám az egyes számmal. Itt ez a kártya azt jelenti, hogy itt lesz egy szerelmi vallomás, egy szerelmi hír, vagy egy zene. Az is lehet, hogy ő hallgat most valamit, egy szép dalt, és rád gondol, hiszen megvannak az emlékek. Nagyon fontos a szerelem, hiszen ez áll a középpontban, és nem csak ez a szerelmes levél vagy dal közeledik hozzád, előfordulhat az is, hogy te hallasz egy dalt, és te gondolsz rá, vagy ő is rád, te is rám, tehát egy dal összefűz benneteket. És itt van az élet öröm. Örülni fogsz annak, ami most így történik a napokban. És itt látható ezen a kártyán, hogy ő megköszön valamit. Vagy vár arra, hogy te mondj köszönetet. És az ő kártyái itt láthatók. Itt ez a kép azt jelenti, hogy tégy valamit, ami fontos számodra, ami örömet okoz számodra. Ezt szeretné közölni veled. Itt, ezen a kártyán látható, hogy itt kialakul kettőtök között egy stabil párkapcsolat. Itt ez a kép azt jelenti, hogy megvan a gyógyító erő. Ez jelentheti azt, hogy valaki beteg volt a családjában, vagy ő nem érezte jól magát, de most itt van a gyógyító erő. Azt is jelentheti, hogy ő megsértődött, vagy ő sértett meg téged, és ezt rendezni, tisztázni szeretné veled. És ami még fontos, hogy itt megvannak a szenvedélyek. Tehát a szerelem, a romantika, a szenvedélyek, az életöröm, a hála és a stabil párkapcsolat, a gyógyító erő, és ez a kép jelenti, tegyünk valamit, ami mindkettőnknek jót tesz. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!